Derült éjszakát követően hajnalban 10 fokot mérhetünk. Kedden szinte mindenhol napos időben lesz részünk, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen. Esni sehol sem fog. Élénk a Dunántúlon és helyenként délen erős lesz a délkeleti szél. A legmelegebb órákban 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. Zalában is derült lesz a kedd, a legmelegebb órákban 26 fok lesz. Szerdán, azaz május első napján is sok napsütésre számíthatunk, csupán a délután második felében érkezhet több felhő a Dunántúl déli és délnyugati tájai fölé, viszont csapadék ezen a napon sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a keleti-délkeleti szél. Délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. Csütörtökön a napos gomoly felhős időben helyenként, elsősorban délen és délnyugaton már kialakulhat zápor-zivatar. Az élénk erős keleti-délkeleti szélben 20-25 fokra van kilátás. Pénteken sokfelé lesz zápor, zivatar, néhol akár hevesebb viharok is kialakulhatnak. Szeles időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet pedig 17 és 23 fok között alakulhat.